Új tanácsnoki feladatok is meghatározásra kerültek a múlt heti csütörtöki ülésen. A nemzeti és helyi hagyományok gondozására is posztot alkotott a polgármester, erre a feladatra a Mi Hazánkos Rosta Zoltánt kérte fel Matkovics Ilona. Őt köszöntöm a stúdióba, mármint Rosta Zoltánt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Volt erről előzetes egyeztetés, miért vállalta ezt a posztot egyébként, hogyan lett ennek a munkának? Igen, a polgármester asszonnyal folytattunk előzetes egyeztetéseket, és hát ez kifejezetten az ő kérése volt. Tehát ugye ilyen pozíció, poszt nem volt még korábban, és annyival szeretném pontosítani, hogy a helyi érdekek képviselője, vagy képviseletét látná ez a tanácsnak, többek között, és a helyi érdekekbe, illetve a nemzetiség érdekek elég sok minden beletartozik, és amiről a polgármester asszony nekem beszélt, hogy milyen elképzelései lennének, ezen belül nagyon fontos lenne a helyi, tehát a bevételeknek a racionalizálása, illetve a hatékonyabb adóbevételek terén a hatékonyság növelése. És miután én 35 éve foglalkozom adóval, többek között, ezért úgy gondolta a polgármester asszony, hogy itt ez egy szakmai kérdés, hogy ebben esetleg hozzá tudok tenni. És miután az önkormányzat bevételeinek körülbelül az 50%-a ugye helyi adókból jön össze, nyilván ennek a legnagyobb része az iparűzési adó, ezért úgy gondolom, hogy ha csak egy 10-15%-ot tudunk hozzátenni ezzel a munkával, az is rettentő sokat jelent a városnak. Hát erre egyébként tessék, nyilván nagyon nehéz a vállalkozásokból az adót beszedni, hiszen sokan így érzik, hogy így is sokat fizetnek, és főleg azért a nagy cégek azok, amik a jelentős részét oda teszik az IPA-hoz. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát nem is feltétlenül itt adóemelésről van szó, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy be kell vizsgálni, hogy ezen a területen mekkora a látencia olyan tekintetben, amely pénzek nem folynak be ilyen-olyan okok miatt. Tehát gyakorlatilag itt a törvényességnek a betartását kellene tulajdonképpen kicsit felülvizsgálni, úgyhogy nyilván a pénzügyi osztályjal, osztályvezető úrral ezügyben fogunk egyeztetni, hogy milyen lehetőséget látnak ők, és valamilyen olyan megoldást találni, ami nyilván a hatékonyságon növel, de az adózóknak sem fáj olyan szempontból. Nyilván akinek meg eddig restanciái voltak esetlegesen, hát úgy tudom, hogy a közterviselés elvét, hogyha vizsgáljuk, akkor nyilván mindenkinek be kell tartani, és neki is be kell állni a sorba. Ha vannak ilyenek, ezt nem tudjuk. Majd ki fog derülni. Első körben bekerült a Gazdasági Város Üzemeltetési Bizottságba, végén aztán egy hajszál ilyen nem, és azt hiszem talán egy fideszes képviselő került be. Talán fájt ez önnek, hogy nem került be a Gazdasági Bizottságba, holott éppen, ha jól értem, ilyen munkát is kellene végeznie? Igen, tehát itt is tulajdonképpen arról volt szó, hogy amikor a polgármester asszonnyal egyeztettünk, és kérdezte, hogy milyen bizottsági munkát szeretnék vállalni, én jeleztem, hogy gazdasági bizottságban szeretnék részt venni annak a munkájában, mert jogászként úgy gondolom, hogy talán ahhoz tudok legtöbbet hozzátenni. Aztán, hogy ez miért alakult így, ez egy érdekes kérdés. Nyilván a képviselők többsége a demokrácia játékszabály szerint nem akart engem ebben a testületben látni. A szavazás volt érdekes olyan szempontból, hogy két körös volt ez a szavazás, és én megnéztem a szavazást követő néhány nappal később a jegyzőkönyveket, hogy hát tulajdonképpen itt hogy zajlott ez a szavazás, illetve mi volt az oka annak, hogy másodszor kellett szavazni, és azt láttam, hogy több érvénytelen szavazás volt, nem csak ennél a bizottsági szavazásnál, hanem egyéb bizottsági tagok szavazásánál is. Na most, és ezt furcsálottam, hogy... Ebben között volt szándékosan érvénytelen, amit talán említett, hogy igent és nemet is. Tehát igent is, meg nemet is. Ez volt, amelyik ne egyiket sem. Na most én úgy gondolom, hogy tehát tiszteljük már annyira ezt a munkát, az önkormányzat testületét, meg a választópolgárokat, akik ide küldtek mindannyiunkat, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon, hogy komolyan vesszük, és hogyha komolyan vesszük, akkor nyilvánítsuk véleményt. Az a dolgunk, azért küldtek oda, azért ülünk ott. Aki nem úgy gondolja, hogy mindenféle politikai játékszerek, meg manipulációk miatt
ezzel így él, vagy így nem él, vagy így él vissza ezzel a jogával, úgy gondolom, hogy annak át kéne gondolni a szerepét, hogy miért is ül itt tulajdonképpen. És tartok tőle, hogy nem biztos, hogy komolyan veszik ezt a munkát, akik nem vesznek részt az önkormányzat ilyen jellegű munkájában. Én azt gondolom, hogy igenis véleményt kell nyilvánítani. Mondjanak igent, vagy mondjanak nemet. Nincs ebből semmi sértődés, ez a demokrácia. Csak tartsuk be a szabályait. Nagyon fontos lenne, hogy megkérdezzem öntől, hogy legutoljára a Barna úrral tartottak sajtótájékoztatót, aki a Mi Hazánk Pest megyei frakciójának a frakció vezetője, és a Samsung pénzekről, illetve az iparüzési adóról tartottak sajtótájékoztatót. Azt mondták, hogy lobbizni fognak annak érdekében, hogy Vác is hozzájusson ezekhez a pénzekhez, mert hogy egyébként ezeket a pénzekből, vagy ezekből a pénzekből Vác nem kap semmit jóformán. Azt mondta, hogy meg fogja keresni Vácváros fideszes KDNP-s képviselőt, lobbiznanak akár Rétvári Bence urat. Történt ebben valamilyen előrelépés? Hát annyi előrelépés történt, hogy 2 héttel ezelőtt volt ez a sajtótájékoztató. Azóta tudomásom szerint a Pest megyei közgyűlésnek nem volt még ülése, de én ma beszéltem Barta Barna úrral, és többek között ezt is kérdeztem tőle, hogy hogyan áll ez az ügy, illetve az előterjesztés. Azt mondta, hogy a Mi Hazánk frakción belül már teljes az egyetértés. Abban a pillanatban, hogy erre lehetőségük lesz, élni fognak ezzel az előterjesztéssel, és kezdeményezni fogják a közgyűlésnél ennek a témának az elindítását. Nyilván itt lépésről lépésre kell haladni. Az első lépés az lenne, hogy annak a kormányrendetnek a módosítását kellene indítványozni a megyei közgyűlésnek, amely az érintett településeket sorolja föl, ugye, amiből kimaradt Vác is többek között. Tehát ez lenne a legelső lépés. Aztán, ha ez megtörtént a közgyűlés részéről, utána nyilván az országgyűlési képviselő úr felé is lobbizni kellene, és akkor itt jön majd az, hogy a helyi Fidesz-KDNP-s képviselőket én meg fogom keresni. És hát beszélgetünk erről a témáról, és hát erősen indítványozni fogom, hogy Rétvári úr ezügyben a kormány részéről támogassa ezt az elképzelést.